Kanyák község mai plébánia templomát herceg Eszterházy Pál kegyúr építette, s 1757-re készült el. A kegyúr az új templomba új oltárképeket is rendelt, közöttük a Szent Mártont és a Koldust ábrázoló főoltárképet. A nagyméretű olajfestményen szignó nem található, de minden valószínűség szerint festője egy Dorfmeister tanítvány lehetett, aki ezzel a festménnyel igazi remek művet alkotott, nem csak pompás barokk megjelenésével, színeinek, formáinak gazdagságával, hanem ikonográfiájának több síkú és kifejező tanító jellegében is. A festmény közepét a klasszikus jelenet uralja Szent Márton életéből, amint köpenyét ketté vágja. Jelenleg a Bujáki templom főoltárképe Magyarország legjelentősebb, legnagyobb és legszebb Szent Mártont ábrázoló barokk oltárképe. A képet 2010-ben restaurálták a Szép Művészeti Múzeumban. A Bujáki Szent Márton tisztelet középkori eredetű, s ez a tisztelet folyamatosnak tűnik, hiszen a 17. és 18. századi vizitációk mind Szent Mártont jelölik meg a templom védőszentjeként. Márton napkor a vendégséget a faluban ma is tartják a családok. A templomkertnél lévő Szent Márton szobor, amely egy helyi fafaragó, Bangó Béla alkotása, védőszentként őrt áll a templomnál, vigyázza a települést.